Ha személyesen nem is, de gondolatban önökkel vagyok, és továbbra is teljes hittel képviselem és támogatom azt a nemes ügyet, amelyet a jótékonysági gála szolgál. Édesanyja vagyok, és mellette egy virágzó város polgármestere. Ezért úgy vélem, hogy közös felelősségünk a felnövekvő generáció jövője. Ezzel a videóüzenettel köszöntötte a 25. Gyermekek a gyermekekért gála vendégeit, Szemerei Népataki Klaudia, Kecskemét megyei jogú város polgármestere, tegnap este a Katona József Színházban. Sirkó László színművész, akinek neve mára összeforrt a gálával, évről évre az iskolákat járva kutatott a tehetségek után. A negyedévszázados jubileumra a megszokottól eltérően meghívták a fellépőket. Nekem öröm is, és nagyon sok munka is maga a szerkesztés. Az, hogy megrendezem, az ötleten múlik, föl kell egy damírra húzni valamit, és akkor valamiféle látvány összeáll. Ezt a kedves közönség ma megkapja. Nem koncertszerű lesz, hanem egy dramaturgiára felfűzött, látványos elemekből összeálló és kiváló műsorszámokból összehozott gála műsor. Először a gyerekek léptek színpadra. Egymást váltották a látványos zenés, táncos és drámajátékos produkciók. A gála mögött álló szervezői csapat csak a műsor végén mutatta meg magát. Eljött a jubileumi alkalomra a Gyermekek a gyermekekért gála megálmodója, Varga László tiszteletes. Miből jött az elmúlt 25 gyermekek a gyermekekért gálaest? A szeretetből. Abból a szeretetből, amelyet nagyon nehéz megfogalmazni, de ma este én így fogalmazom meg. A szeretet az, amikor nem a pénzemet adom, nem is az okosságomat, a tudásomat, hanem önmagamat adom, a szívemet, a lelkemet. Horváth Attiláné, a Városi Szociális Közalapítvány elnöke úgy fogalmazott, hogy a gálával egy nagyon fontos ékkövet tudtak hozzátenni a város életéhez. 25 év alatt több mint 9000 gyermek lépett erre a színpadra, és megörvendeztette Kecskemét lakóit, nem beszélve arról, hogy ő általuk szerzett bevételből viszont a rászoruló kecskeméti szegényebb sorsú gyerekeket tudjuk támogatni. Azt gondoljuk, hogy ennek sok célja van. Egyrészt a gyerekek megérzik azt, hogy milyen csodálatos dolog más segíteni, aztán megérzik a színpadnak a légkörét is, és a színház légkörét, és később ide fognak járni. A színpadon álló szervezőket és a közönséget is nagy meglepetés érte, amikor Trecskó Zsófia, a Madách Színház kecskeméti születésű társulati tagja lépett a színpadra és szót kért. Elmondta, a színházi próbája miatt nem tudott jelen lenni eddig a gálán, de amint lehetősége nyílt rá, autóba ült, hiszen mindig itt van, ha teheti. Megköszönte az elmúlt 25 évet Sirkó Lászlónak, önmaga és a többiek nevében, akiknek pályája Kecskeméten a Gyermekek a gyermekekért gálán indult. Éljen a Gyermekek a gyermekekért 25 éves évfordulója, éljen mindenki, aki segített bennünket, Isten ültesse a szülőket, akik lehetővé tették mindezt. Thank you.
Thank you.